Talpigrát Róban címmel rendezett könnyed péntekesti programot a Tolnai Kulturális Központ. A helyi magház és a játszóház közötti téren szervezett esemény része volt az akkori idők ruháinak megidézése is. A retro alatt gyakorlatilag a II. Világháborútól a rendszerváltásig terjedő időszakot értjük. Tánc számomra az örök mozgást, hogy ki tudtam fejezni önmagamat mindig, tehát, és ez a mai nap nekem különösképpen nagyon sokat jelent abból a szempontból, hogy azok a régi táncok, bár én mindig a rockit és a twistet, azt mindig minden körülmények közepette, ha megszólalt a zene, és erről szólt, akkor én arra képes voltam így táncolni. És hát a ruhát, hogyha mondom, milyen érdekes, hogy például az a nadrág, ami rajtam van, ezt nem régi időkből vettem, hanem csak egyszer rátaláltam, és megvásároltam, mert ez nekem mindig ezek a pöttyös dolgok nagyon tetszettek, és el kell mondjam, hogy éppen a barátaimnál voltam, és ott kint lógott a fogason ez a fekete alapon fehér pöttyös boz, és mondtam, hogy ezt akkor én most szeretném elvinni, mert még nem tudom, hogy mibe fogok menni majd erre retro este, de többek között ez is nekem nagyon tetszik. És most nagyon várom azt, hogy megszólaljon majd az a zene, amit én nagyon szeretek, a fiatalságot. A retro öltözet esetében nem az adott dolog kopottságától vagy az eredetiségétől lesz valami retro, hanem az anyaghasználattól, vonalvezetéstől és színvilágtól, így vadonatúj darabok is beleillenek a leírásba. Hát mi komolyan vettük azt, hogy ezen a napon retroba bújunk, úgyhogy nagyon sokan elővettük a pöttyöst, a retro ruhánkat, és nagyon jól érezzük így magunkat, a fiatalságunkat kicsit előhozza. Ez a retro ruha, meg ez a, hogy összeülünk és dumálunk egy kicsit, lehet, hogy még lesz egy kis táncolás, vagy egy kicsit itt éneklünk a fellépő énekesekkel együtt, és igyekszünk nagyon-nagyon jól érezni magunkat, és még egyszer megélni ezt a retro korszakot. A korszakra jellemző a funkcionalitás, az egyszerű vonalvezetés és a praktikusság, emellett az adott időszak kedvelte az élénkebb színeket és mintákat. Sokaknak a résztvevők között a fiatalságukat hozta vissza az esemény, és a ruhák nagyrészt a fiatalkori, régóta kincsként őrzött darabok a szekrények mélyéről kerültek ki. Teljesen spontán jött ez ötlet, hogy akkor vonjuk össze, hogy akkor bulizunk is egy kicsit, meg akkor visszaidézzük ruhákban a régmúltat. Aztán majd meglátjuk, hogy hosszú távon hogy sikerült. Itt már azért egy páran itt a kezdetek kezdetén beöltöztünk. Készültünk mindenkinek, aki beöltözött valami aprósággal, senki nem fog hazamenni üres kézzel. A péntek délután 6-kor kezdődött rendezvény elején szinte csak a nyugdíjas korosztály képviseltette magát, mégpedig elsősorban a vándorló szépkorúak baráti köre népes tagsága révén. Ám ahogy telt az idő, egyre több a középkorosztályhoz tartozó érdeklődő jelent meg, estére pedig már a fiatalok is önfeledten táncoltak a téren. A helyi zenekarok is jelezték, hogy ők is nagyon szívesen bekapcsolódnának a város kulturális életében, és ezért úgy gondoltuk, hogy ha őnekik szabad kapacitásuk van, akkor miért ne velük bonyolítsuk le egy-egy közös rendezvényt, és most éppen az Ereklik Szól zenekar jelezte, hogy ők nagyon szívesen jönnének egy nyárzáró partit megtartani, és akkor elmegyünk még a Hősök terére, és ott lezárjuk a nyarat. És utána megkövetkezik a Bárka Fesztivál, aminek a programja készen van, már plakátja kint van, úgyhogy ez a közeljövő. Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. A hangulatot fokozta a remek Málinger Ivett, Kovács Gergő duó retro dallamai. Már ekkor is kitűnő volt a hangulat, amit Csuka Feri retro diszkója csak fokozott. A nyugdíjasok és a 20-évesek is együtt élvezték a zenét. A buli végén sokan haza sem akartak menni, így a múlt idéző esemény sikeresen zárult.